Sziasztok! Most egy rendhagyó videó fog következni. Ez most nem feltétlenül a futásról és a sportról fog szólni, de mindenképp szorosan kapcsolódik a sporthoz is és a futáshoz is. Ez egy regenerációs lehetőség, nem csak futóknak, hanem bármilyen sportolóknak. Ez pedig a hidegterápia. Magyarországon egyedüliként egy olyan hidegterápiás központban voltam, ahol nem egy álló szoláriumhoz hasonló készülékben nyakig beleállva lehet a rengeteg mínuszba beállni, ami mínusz 100 fok alatti hőmérsékletet jelent, hanem egy konkrét szoba van mínusz 110 fokra lehűtve, és itt lehet eltölteni értékes perceket, ami rettenetesen jó a regenerációhoz. Nagyon érdekes videó volt, mindenképp ajánlom mindenkinek, de mielőtt megnéznéd a videót, ha még nem iratkoztál fel a csatornára, akkor megkérlek, hogy iratkozz fel, és ha szeretnéd és tudod támogatni a munkámat, akkor a leírásban lévő Patreon linkre kattintva ezt is megteheted, amit előre is megköszönök. Jó szórakozást a videóhoz! Hogy eljöttem és megnézhetem ezt a csodát. Igazából egy körülbelül másfél év, ne nincs ez másfél éve, egy szűk egy éve láttam én veled egy riportot, de lehet, hogy csak az emlékezetem, és ebből a csodából lett veled egy riport készítve, és igazából az a része ragadt meg engem, hogy te azt mondtad, hogy ilyen típusú ebből a technológiából csak nektek van, ami ugye azt jelenti, hogy ha az ember rákeres egy ilyen hidegterápiára, akkor legtöbb esetben ez az álló szoláriumhoz hasonló technológiával fog találkozni, ahol be kell állni, kint van a feje, kiteszi a kezét, és ugye úgy küldik rá a hideget. És akkor, ha jól emlékszem, pont erről beszéltél, hogy ilyen, ami nektek van, ez a teljes testes, ez a kamrás, ez csak nektek. Így van, tehát Magyarországon ez csak nálunk érhetően jelenleg. A kettő között nagyon nagy különbség van a technológiában is, illetve a kiváltott hatásfokban is. A technológia az álló szolárium jellegű krioszaunának becézték el itt Magyarországon. Jellegűnél folyékony nitrogéngázt fújnak be, és azért is van kint az ember feje, egyébként az egy gallérra le is van választva, hogy a nitrogéngőznál lélegezze be az ember. Ami a kettő között nagyon nagy különbség, hogy még ezeknél a kicsiknél csak körülbelül egy ilyen 20-30 centi levegő veszi körbe a testet, addig a nálunk lévő karmás rendszerben, ugye ez tényleg olyan, mint egy szauna, csak nem meleg van, hanem hideg, úgyhogy azért ez egy körülbelül 3x4 méteres, 2,5 méter magas helység, tehát itt azért a légkörméter sokkal nagyobb. Szóval itt ugye a légkörméter sokkal nagyobb, a levegő, ami körbeveszi a testet, sokkal több, ezáltal sokkal gyorsabb és hirtelenebb lesz a bőr felszínének a leülése, ami az egész kezelés alapja. Tehát ugye ez egy sok terápia, az a lényeg, minél gyorsabban leüljön a bőr felszíne, mert a bőr alatt futó receptorok fogják küldeni ezt az információt az agyunknak, hogy nagyon ideig van, meg fogunk fagyni, és ez indítja be az összes folyamatot, amit használni tudunk. Oké. Mi az, amit beindít? Elsődlegesen lezárnak a hajszálerek, hogy a bőr felszínéről a hideget ne keringessük befelé, szív vagy tüdő nem üljön ki, megmaradjon ugye az a vakhőmérséklet, ami működni tud a szervezetünk, és a vészfrakciók között termel a testünk fájdalomcsökkentő, gyulladás csökkentő hatású anyagokat, például endorfint is. Nyilván mi így a terápia során, mert egy mozgásszervi rehabilitációs központ vagyunk, leginkább ezt a folyamatot használjuk, hogy kezelésről kezelésre ezeknek a fájdalomcsökkentő, gyulladás csökkentő anyagoknak a száma egyre jobban emelkedik a vérben. Tehát gyakorlatilag a kezelés befejezte után még egy ilyen 3-6 hónapig ezek az anyagokat fognak keringeni, és így hosszú távú hatás érhető el. Ami szintén fontos még, hogy ilyen jellegű kutatások gyakorlatilag erre a fajta gépre vannak, amiket publikálni is tudtak.
ha jól olvastam és jobb az emlékezeteim, ugye ez egy japán kitaláció, tehát ők jöttek erre rá, ők kísérleteztek olyan szinten, hogy betegek gyógyultak ettől, viszont magát a technológiát azt a németek bányázták elő, hogy pontosan milyen folyamatokat indítanak be, amiről az előbb beszéltél, és ha jól emlékszem, még azt is olvastam egy ilyen kutatásban, amit te is mondtál, hogy nézték, hogy mennyi idő után, mennyi... Én annak idején úgy olvastam, amit most már boldog-boldogtalan ismer, hogy antigén, hogy antigéneket termel, és azt figyelték, hogy ezáltal a technológiáltal termelt antigének mennyi ideig vannak a szervezetben, és azt találták, hogy 3 hónapig még biztosan. Igen, tehát ez az, ugye figyelték azt is, hogy mennyi anyag szabadul föl a vérben a kezelés hatására, illetve mérték a kiürülést is, és úgy jött ki ez az időszak. Egyébként ez nálunk is teljesen nyomon követhető, mert aki olyan jellegű krónikus panaszokkal, fájdalmakkal érkezik, ezek a fajta betegeink előtt 8 hónaponta szoktak visszatérni. Tehát gyakorlatilag amit a kutatásokban, illetve a publikációkban leírtak, az itt a mindennapi gyakorlatban is teljesen hozza azokat, amiket alapvetően a kezelés maga ígér. Hát kevés olyan szőrszálhasogató van, mint én. Lehet, hogy azért nem mérnök vagyok, és ezt tényleg csak információként kérdezem, nem biztos, hogy ilyen technológia itt előfordul. Tehát az, amit a kutatások tudtak bizonyítani, hogy mik termelődnek, milyen testek termelődnek, ami regenerációt javítja, azt ti esetleg tudjátok ellenőrizni. Tehát, hogy kiben mit vált ki. Itt nálunk mérni nem tudjuk, hogy ahhoz laboratórium kell, illetve hát a vérvételnek különös szabályai vannak. Tehát nem szoktunk ilyen jellegű vizsgálatokat végezni. Amit szoktunk kérni például a sokizületi gyulladásos betegeknél, hogy egy vérképet készítsenek a kezelés előtt, illetve a kezelés után. Náluk például nagyon jól látni, hogy ez az úgynevezett reumafaktor, ez nagyon-nagyon szépen csökken a kezelés hatására, tehát ilyen felére, harmadára legalább le szoktak csökkenni ezek a számok, amiket a vérből tudnak kimutatni. A sportregenerációt azt igazából nem csak ezek a folyamatok, amik befolyásolják és gyorsítják, hát ott igazából az összes hatása a kamrának együtt érvényesül, és sportolóan nagyon-nagyon fontos az, hogy itt be is lehet lélegezni ezt a hideget. Tehát nyilván a folyékony nitrogén meg a bőzét azt nem annyira célszerű, meg nem is túl egészséges, viszont ebben a rendszerben mínusz 110 fokon a levegő, amit érfogadta, az 45%-kal kisebb. Tehát egy levegővétele, sokkal több levegő megy le a tüdőbe, ami amikor leérkezik a 37 fokba, tágulni kezd, és ezáltal a tüdőkapacitást is növeli a kezelés. Nem beszélve arról, hogy a több levegőből több oxigén is kerül a vérbe, ami megint csak nem egy haszontalan funkciója dolognak. Igen, ez is beugrott, hogy erről is beszéltél, hogy a tüdőre is milyen hatással van. Ezt elsősorban a nem sportolókat kérdezem, mert azon hamar túl szeretnék lenni, hogy kiknek javasoljátok, kiket küldenek ide ilyen kezelésre. Gyakorlatilag mindenféle fájdalommal és gyulladással lehet jönni. Első körben a japánok a kezelést, tehát a sokközeleti gyulladás kezelésére találták ki, de később, ugye, ahogy jöttek a páciensek, derült ki, hogy sokkal több mindenre lehet hasznos maga a kezelés. Gyakorlatilag a pikkelysömör, ekcémától kezdve, amik gyakran pont ezek az ízületi gyulladások, tehát a gyulladás helyén alakulnak ki, hogy ott látták, hogy ezek javulnak a kezelés hatására, ugyanígy az asztmatikus problémákra, az a tüdőre kifejtett jótékony hatása nagyon jó, van immunerősítő hatása, de ugyanezzel összefüggésben például az allergiások is, vagy allergiás állapotok is nagyon sokat tudnak javulni, sőt, nálam például meg is szűntek a panaszai, mióta bejárok. Tehát azért nagyon-nagyon sok létű a felhasználási terület. Az jó, mert körülbelül 6 évvel ezelőtt, hát még lehet, hogy több, 7 vagy 8 évvel ezelőtt gyakorlatilag a semmiből jött elő nekem is olyan allergiák, és olyan szinten,
A munkában mellett egy ilyen nagyon susnyás területen mentem mindig át, és akkor ott, amikor valami nőtt, akkor volt, hogy úgy éltem be a munkahelyre, hogy nem láttam a könyvtől, meg az orrom, meg a tehát mindenem. És az valamitől elmúlt, én azzal tudom összehozni, hogy amikor elkezdtem futni. Lehet, hogy sokat voltam kint, és jobban hozzászokott azokhoz az anyagokhoz a szervezet, de akkor ez ilyen szempontból is érdekes nekem. Na most ezeken a betegségeken kívül, akkor nézzük a sportolókat, hogy kifejezetten a sportolókra milyen jó hatással lehet, azon túl, hogy ugye sportolók is tele vannak gyulladással a sport révén. Milyen ezen kívül jó hatás van rájuk nézve? Igazából ezt sok oldalról lehet megnézni, tehát az alap az, hogy bármit elmegyünk sportolni, azért az el fog indítani, ha máshol nem, de az izomzatba egy gyulladásos folyamatot, ugye a terhelés hatására gyakorlatilag megnő az izomzatnak a hőmérséklete, indulnak gyulladásos folyamatok a terhelés, a túlterhelés hatására. Nyilván ezekre rögtön ugye jó lehet a kezelés. A következő az az, hogyha valami sérülés van, akkor ugye ezeknek a sérüléseknek a rehabilitációs idejét körülbelül felére, harmadára lehet lecsökkenteni a kezeléssel, és ugyanúgy utolsó a regenerációs jellege a kezelésnek, ami pedig a két edzés közötti pihenőidőt tudja felgyorsítani, illetve azt az időt, amit mondjuk két nagy terhelésű edzés között lehet eltölteni. Mondjuk ez sprintereknél általában egy napi kettő, vagy heti kettő, nyilván a hosszabb távok felé menve azért fölmehet akár 3-5-re is hetente, azért a szervezet függő, meg nyilván terhelés, intenzitás összefüggésében is kell a dologgal foglalkozni, de tehát ez az idő, amit a két edzés között pihenve tölt el a szervezet, és közben regenerálódik, ezek a regenerációs folyamatok jelentősen gyorsulnak a idegkamrázás használatával. Jó, akkor gyorsan nézzük át így elméletben, hogy működik maga a kezelés, tehát milyen óvintézkedések vannak, hogy lehet oda belépni, hogy működik a beléptetés, ugye van egy hozzászokható része, egy másik, és még arról légy szíves egy picit, hogy hol mennyi ideig lehet lenni, mi a maximális idő, amit ott bent lehet tölteni, illetve napokra nézve, vagy hetekre nézve a rendes, sima, nem sportolók, hanem betegeknek milyen időszakonként javasoljátok, illetve akár ilyen sportolókig, tehát mi az a legsűrűbb ide? Igen, gyakorlatilag vannak ugye ezek az óvintézkedések, amiket meg kell tenni, mielőtt ebben a rendszerbe lép az ember. Nálunk mindig úgy kezdődik, hogy van egy orvosi konzultáció, ezen aki átesett, az kezdheti meg csak a kezeléseket. Ami miatt erre szükség van, hogy ez egy nagyon-nagyon megterhelő kezelés azért a szervezetnek, elsősorban a szív- és érrendszeri problémák, amik kizárják a kezelést. Amikor belépünk a hidegkamrába, akkor az összes hajszálér gyakorlatilag lezár, azért, hogy a bőrfelszín ugye a hideget befelé keringessen, ezt már említettem, viszont amikor kijövünk, akkor a normál élet négyszeresére tudnak tágulni. Ez azért is nagyon jó, mert akkor azok az anyagok, amik felszabadultak, sokkal jobban be tudnak jutni az izület belsejébe, akár a csontok belsejébe, ha csak a regenerációt nézzük, akkor villámgyorsan át tudja mosni az izmukat, a friss oxigén túlsúlyára pont az előbb elmondottak miatt, illetve hát ezek a gyulladás csökkentő fájdalomcsapot a nyomni, mint ahová el tudnak jutni. Tehát emiatt azért a szív- és érrendszerre gyakorolt hatása az elég jelentős, úgyhogy nyilván ilyen problémákkal nem lehet bemenni. Aztán evidens, hogy vannak a fagyási sérülések, úgyhogy most ilyen, ebben az időszakban viccesen hangzik, de nálunk mindig kell szájhúzót oldani, és nem azért, mert a leveg olyan hideg, hogy ez bármi problémát okozna, hanem hogy az orrunk ne fagyjon le. Ugyanígy kell takarni a füleket, ujjakat, és gyakorlatilag ennyi a védőfelszerelés. Minél nagyobb szabad bőrfületet kell érni a hideg levegő, mert annál több receptor tudunk ugye ingerálni a hideggel. Ez az a következő, úgyhogy nálunk azért két kamrás rendszer, -60 fokos az előkamra, és
mínusz 110 fokos a kezelő részleg. Itt átmenet van a két kamra között, nem kell pluszba kijönni. Fél percet kell az előkamrába eltölteni a standard kezelésébe, a hűvösebbikbe, az pedig 3 perc. Utána ugyanezen az úton kell kijönni, akkor már csak egy 5-10 másodperc, amit az előkamrában meg kell állni. Azt majd érezni fogod, hogy ez olyan már, mint egy fűtőt szobába lépnél, ami kifelé jön, úgyhogy ez egy vicces, hogy még mínusz 60, és így megkönnyebbül az ember, hogy hú, de jó, már csak mínusz 60 fok. Szóval ez azért jönnek ilyen érdekes részek. És ami azért általában kérdésként szokott felmerülni, hogy nem okoz ez bármiféle olyan maradandó sérülést, ami már hosszabb távon is problémát okoz, de pont, hogy tehát annyira kevés ideig vagyunk bent, hogy igazából itt azon kívül, hogy csípi az ember bőrét, gyakorlatilag semmiféle probléma nem történik, ez annyira kevés idő oda bent. A receptorok megkapják az ingert, onnan már a folyamatok beindulnak, és ez elérendő is ahhoz, hogy utána a jótékony hatásait megélvezhessük. Nyilván azért erről beszéltünk, mikor megérkeztem, hogy élsportolóknak a 3 percet ki lehet nyújtani, mi az a maximális percmennyiség, amit bent lehet tölteni, illetve van-e értelme? Egyénfüggő, illetve bőrtípus függő, hogy ki mennyi időt tud bent eltölteni. 8 perc után már visszafordulhatatlan fagyási sérülések történhetnek, úgyhogy ez a maximum, amit javasolnának, egyébként értelme nincs. Tehát nagyjából 2 perc alatt minden olyan folyamat ebben a rendszerben elindul, ami miatt, ha bemegyünk, akkor a hatás is ki fog váltódni. Ráadásul azt is el szoktam mindig mondani, hogy ez nem egy olyan kezelés, amiben inni kell. Tehát itt olyan hideg van, hogy ha ez benne, hanem ezek a folyamatok, ezek elindulnak. Úgyhogy ezt csak be kell menni, és ez meg is oldja minden problémánkat. Nem itt kérdés. Jó, a másik a kérdésed voltam, amire még nem válaszoltam, hogy hányszor lehet. Gyakorlatilag egy sportoló esetében akár minden edzés után jó az alkalmazás. De akkor is, hogyha napi 2 edzése van, akár mondjuk hetente 3-szor. Akár napi 2-szer is, napi 3-szor is be kell menni. A régi standard volt, hogy naponta 3 kezelés az, ami beleférhet naponta, hogy azért egy 3-4 óra teljen el 2 kezelés között. Most már vannak Németországban olyan helyek, már szépészeti jelleggel használják, hogy naponta 6-szor mennek be 3 napon keresztül a páciensek, és ennek van a bőre nagyon jó hatása. Tehát most már ugye ez az új metodika, hogy akár másfél-két óránként gyakorlatilag be lehet menni. Milyen érdekes, hogy van, ahol gyógyítanak vele, van, ahol meg úgy adják el, hogy szépészeti. Hát ez igen, nyilván a felvevő piac az, attól függetlenül mind a kettőre jó. Igen. Gyakorlatilag ez a bőrfeszesítő hatás ugye pont abból adódik, amit említettem itt a tüdő kapcsán, hogy mivel több vér, több oxigén, több tápanyag áramlik mindenhova, így nyilván a bőrbe is, amikor kijövünk, ezáltal ugye a bőrugalmasság az visszanyerhető. Rendben, hát akkor tegyél egy próbát. Sok beszéd, szegénység, akkor menjünk be és nézzük meg. Jó, fél perc után fogunk egyébként nyitani, hogy tudsz tovább menni, és a másik kamrából meg egy percenként mondom majd az időmúlását, és akkor... Mondod, hogy mutatod, foglak hallani? Nem, a második kamrában már hallasz, az elsőben csak hittek, hogy lehet tovább menni. És akkor nekem kell nyitni az ajtót? Igen, magad felé húzod a kilincset, úgy nyílik. Amikor kifelé jössz, akkor meg nem lefelé kell nyomni, hanem csak tolni rá az ajtóra a kilincset, és akkor ez eltávolítja a tokjától az ajtót. Vagy dörömbölni. Na hát, ez a nagy felszerelés, habtestemre cipő, és akkor megyünk be a 110-be. 110. Hát reméljük a kamera kibírja. Hajrá! Na, hát itt 60 fok. Jó kellemes. Kinti melegből. Ez elég jó történet.
tüntetésre behúzták. Nagyon jó lesz. Így jó. Nehogy betörjön a meleg. Jaj, jó. Szóval, hát ez nagyon jó. Bár nagyon hideg. Ebbe kell 3 percet eltölteni. Próbáltam volna barterolni, hogy hát, hogyha lehet többet, mint 3 perc. De hát nem engedték, nem javasolják, és szerintem ki se bírtam volna. Nagyon hideg van. Húha, már didergek is. Jó. Egy perc eltelt. Harmada már megvan. Ez egy UB-n 70 kilométer. Igazából a lábszáramon érzem most a legjobban. Az fázik a legjobban. Már be van deresedve minden szőrszálam. A kamerát próbálom védeni, de elvileg nem lesz baja, mert vízálló. Hát a didergés az megvan. Még mindig a lábszár a legérzékenyebb. Kettő perc. UB 140 kilométer. Szerintem már nem is érzem a lábszáramat. Azt mondta Gergő, ha kimegyek a 60 fokba, az rendesen melegnek fog tűnni. Hát kíváncsi leszek rá. Nyilván a 110 után biztos, hogy így lesz. Hát ez kellemetlenebb, mint egy busz megállóban hidegbe. Lehet kijönni. Jó, és még 10 másodperc van az előkamerában. Rendben. És sajnáltak is ki. Hát... Hát igazából a... Kesztyűbe vehetem? Ja, nyugodtan már. Csak hogy ez induljon, hogy lássam magam. Lehet, hogy befárásodott a történet. Hát... Igazából a sok hatás az megvolt. Ami a, nekem a legjobban lefagyott, az a lábszár. Tehát az... Amikor így egymáshoz érintettem, akkor ki eltűnt a lábszárom, meg a karom. Hát gyakorlatilag 1 perc után már bederesedtem, már innen szőrszál deres volt, és hát szerintem nem esett volna nekem jó, hogyha engedted volna tovább. Tehát ez... Ez lett volna a kérdésem, hogy hogy érzed, hogy szerettél volna még, nem. Ez a 3 perc ez jó volt, azt el tudom képzelni, hogy ez olyan szinten hozzá lehet szokni, hogy el lehet jutni a 6 percig. De hát szerintem amellett, hogy nem biztos, hogy több hatást előhoz, minél tovább marad bent az ember, nem is érdemes tehát hóembernek lenni, úgyhogy hát gyerekek, ki kell próbálni. Egy vérképpel ezt érdemes úgy majd egyszer én is ki fogom próbálni, de van elég tanulmány, úgyhogy nyugodtan lehet ennek hinni, tehát ez biztos, hogy működik. Na hát mindenkinek javaslom, még annyit szeretnék tőle kérni, hogy, és ezzel át is adom a szót, és ezt le is zárjuk, meg is köszönöm neked, hogy eljöttem, hogy
légy szíves egy elérhetőséget, hogy arról nem beszéltünk, hogy kik vagytok, hol vagytok, hogy lehet ide bejutni, foglalás, telefonálás, hogy működik ez a rendszer. Igen, alapvetően a hidegkamera, ott minden információ megtalálható magáról, arról is, hogy hol vagyunk, meg hogy lehet bejelentkezni. A legegyszerűbb a telefonos vagy az e-mailes foglalás. Egyébként Budapesten vagyunk, Zuglóban, a 14. kerületben, úgyhogy itt lehet minket megtalálni. Gyakorlatilag ez a Tökölés a Róna utcának a kereszteződése, csak egy picit kisebb utcácska ott mellette. Úgyhogy itt minden információt meg lehet tudni, mind rólunk, mind a kezelésről, és várunk mindenkit sok szeretettel. Rendben, köszönöm szépen még egyszer, és gyertek, mert ezt ki kell próbálni, és hatásos lesz, jó lesz. Köszönöm. Ha tetszett a videó, akkor ne felejts el egy lájkot adni rá. Itt feliratkozhatsz a csatornára, és akkor minden új videóról értesítőt kapsz, nem maradsz le semmiről. Ha ilyen és ehhez hasonló videókat szeretnél nézni, akkor az itt lévő ajánlóból megteheted. Köszönöm, hogy velem tartottál, találkozunk legközelebb.